A kutya leghűségesebb barátja az ember, ezért a kutyának sok mindent meg kell tanulnia, ami nem természetes neki. A kutya nem tud beszélni, így farkcsóválásával adja tudtunkra, ha örül, ha vadászik, ha játszik, és ha nem ér rá velünk foglalkozni. A kutya iskolában sportszerűen foglalkoznak kedvenceinkkel. Katonai pontfigyelés, bűnöző elfogása és ártalmatlanná tétele, holdugatás. A kutyának nem szabad húznia, és tudnia kell, hogy hol sétálhat. A mozgásigényes kutyát bicikliről is lehet sétáltatni. Legeredményesebb, ha a gazdi előjátsza a kutyának, hogy mit kell neki csinálni. Vad érzékelése, küzdelem, fárasztás, aportírozás. A kutyát a gyerekek nagyon szeretik, mert rendszer tanulhatnak, és felelősséget érezhetnek társukért. A gazda megpróbál gyakran hasonlítani a kutyájára. A kutya speciális dolgokra is megtanítható úgy, mint kábítószer felkutatására, ultizásra forintos alapon és életmentésre. A világ legtehetségesebb kutyája szájharmonikázik és számháborúzik. A jó kutya idegentől nem fogad el ételt. Kérjük kedves nézőinket, hogy küldjenek pénzt gazdátlan kutyák javára MNB 223111, a pupos állatok javára MNB 534560, és csak úgy MNB 677234501. Köszönöm figyelmüket, további jó ebtartást kívánok!